Óvatosak az autósok a Petőfi-Rákóczi utca kereszteződésében, már életbe lépett az új forgalmi rend keszthelyen. Az Erzsébet királyné útja és a Petőfi utca kereszteződésébe stopptábla került. A Rákóczi utcával szemben elsőbsége van az új rend szerint annak, aki a Petőfi utcán közlekedik. Jól látható, hogy sokan rutinból közlekednek. Így van ez a Rákóczi és Kazinczy utca szakaszon, ahol egyirányúvá vált a közlekedés a Petőfi utca irányába. A város másik részén a Vasarikolos utcához csatlakozó mellékutcákba elsőbségadás kötelező táblákat helyeztek ki. Megszűnt a jobbkész szabály. A Honvéd utca és a Madách utca kereszteződésében korábban elsőbségadás volt kötelező, az új rend szerint állj elsőbségadás kötelező táblára változott. A Római utcában megszűnt a mobil sebességmérő, a Madách utca és a Sirály utca közötti szakaszra azonban sebességcsökkentő bordát telepítettek. Kihelyezték a táblákat, átfestették a burkolatokat. Ez már a polgármesteri hivatal, ahol Maninger Jenő polgármester sajtótájékoztatón mondta el, az éves forgalmi rend vizsgálat és a lakosság kérése alapján fogadta el a testület szeptemberben a változást az érintett utcákban. A polgármester kiemelte, hogy a forgalmi rend változások alapjában nem változtatják meg a közlekedést a városban. Mégis vannak egyes kisebb utcákban olyan helyzetek, amiket meg kell oldani, és az ott élő embereket meg természetesen ez foglalkoztatja, és hát sajnos a baleseteket is, hál' Istennek nem súlyos baleseteket, de kisebb koccanások rendszeresen előfordultak ezekben az utcákban. Ezért is tárgyalta meg a testület, és ezért is hagytuk jóvá, és természetesen ezek mind egyébként ott élő embereknek a kezdeményezésére születtek, amelyeket aztán megtárgyalt a testület, természetesen itt kikértük a rendőrség és a szakhatóságok véleményét. A keszthelyen közlekedőknek még újdonság a forgalmi rend változás. Biztonságuk érdekében fokozott figyelemmel közlekedjünk az érintett útszakaszokon.